Egy 500 vállalatot megkérdező kutatás kimutatta, a cégek úgy vélik, még a nyelvtudásnál is fontosabb a munkatapasztalat egy-egy fiatal munkavállaló esetében, ám a legtöbb egyetem vagy főiskola eddig nem biztosította a diákok még munkába állás előtti gyakorlatszerzését, ezért is szükséges a duális képzés erősítése, így a NyírDuál című uniós támogatottságú projekt. A Nyíregyházi Főiskola képzési és szolgáltatási szerkezetének fejlesztését elsősorban a nagy gyakorlatigényű szakok átalakítását, valamint a diákok tanulását, továbbtanulását segítő szolgáltatások bővítését tűzte ki célul a felsőoktatási intézmény a projekt keretében. Három típusú duális képzés van Magyarországon, a győri, az alaegerszegi és a kecskeméti. Nyíregyházi Főiskola képészmérnök vonatkozásban a kecskeméti képzés preferálja, hiszen struktúrájában úgy néz ki, hogy 13 hét elmélet, 7 hét gyakorlat, újra 13 hét elmélet, 15 hét gyakorlat. Így a hallgatókkal folyamatosan megvan a kontaktus, természetesen a teljes képzés során. 2015. szeptemberétől bevezetjük gépészmérnök vonatkozásban ezt a képzést, 12 hallgatóval és 9 céggel. A közlekedésmérnöki, a mezőgazdasági gépész és mezőgazdasági mérnöki szakon pedig a 2016-17-es tanévtől vezetik majd be a duális képzést. A főiskola továbbá együttműködik majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középiskoláival is, tehetséggondozó érettségire és felvételire felkészítő tanfolyamokat szerveznek majd. Roadshow-kat szervezünk, kimegyünk a középiskolákba, ahol viszünk szemléltető eszközöket, elviszük magunkkal a duális képzésben résztvevő vállalati partnereinket, hogy első kézből tudjanak arról, hogy mit jelent a vállalati partnernél dolgozni, milyen előnyei vannak ennek a képzésnek, milyen jó lehetőségeket rejt ez magában. Tehát egyrészt szeretnénk, ha minél több középiskolás bejutna a duális képzési rendszerbe, és ezt követően pedig szeretnénk őket támogatni abban, hogy benne is maradjanak. Tehát olyan felzárkóztató kurzusokat, szakmai nyelvi, angol nyelvi kurzusokat szervezünk, képességfejlesztő kurzusokat, amelyek elősegítik, hogy el is tudják végezni a tanulmányaikat a képzési idő alatt. A rendezvényen a Nyíregyházi Főiskola kancellárja Kvanc József kiemelte, jelenleg 304 000 tanulnak a hazai felsőoktatásban. A kormányzati cél pedig az, hogy 2020-ra már a résztvevők 8%-a a duális rendszerben tanuljon.